Századik születésnapját ünnepelte Bóta Károlyné, született Pollányi Terézia, aki 1919. augusztus 1-én látta meg a napvilágot. A jeles jubileum alkalmából dr. Fekete Zoltán polgármester is felköszöntötte az ünnepeltet a Matyóföld idősek otthonában. A városvezető felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, majd a város oklevelével, egy csokorvirággal és egy tortával együtt átadta augusztus 6-án. Nyikes Zoltánné intézményvezető egy díszes serleggel köszöntötte Terike nénit a kerek évforduló alkalmából. Bóta Károlyné Bükzsércen született, és ott is élt egészen 90 éves koráig. Ezt követően 2 évig Bogácson lakott, utána költözött a Matyóföld idősek otthonába. Gyermekkorában summásként dolgozott, majd az egri borforgalomban tevékenykedett, onnan ment nyugdíjba. Gyermeke nem született. Nyugdíjas éveiben a kertészkedés mellett a háztartást vezette, emellett a ház körüli teendőket is ellátta. Terike néni korához képest nagyon jó szellemi és fizikai állapotnak örvend, nagyon szeret énekelni. A polgármesteri látogatáskor a Kállai Kettőst és egy régi népdalt is elénekelt.